Igazából én helyi lakos vagyok, úgyhogy nem áll tőlem távol ez a város és a környék. Jelenleg ö, ö, három hete dolgozom itt, előtte IKSZT vezető voltam Zalatárnokon a Művedési Központban, ezt hat hónapig csináltam, és azt megelőzően Keszthelyen is Egerszegen is dolgoztam már, illetve egyesen voltam. Miért döntött úgy, hogy pályázik erre az állásra? Nagyon jó lehetőséget láttam benne, úgy gondoltam, hogy ez egy jó kihívás. Egy részben már hasonló feladatot, hasonló munkakörben, kezd korábbi munkám során végeztem, de a terület maga, a turisztika, a menedzsment nagy kihívásnak látszott, és hát mikor felmerült ez a lehetőség, nagy örömre szolgált, hogy újra a Balatonparton találhatnék egy lehetőséget, és itt kamatoztathatnám eddig megszerzett tudásomat. Másrészt hasonló munkakörben már dolgoztam korábban, Ugyanakkor a turisztikai munka az egy teljesen más terület volt, ez új feladatokat jelentett, új lehetőségeket számomra, és ez nagyon megragadott. Héviz, mennyire számít ismerős terepnek az ön számára? Hát nagyon is ismerős terepnek számít abban a tekintetben, hogy egyrészt középiskolába ide jártam a Bibó gimnáziumban, tehát itt végeztem, másrészt pedig az egyetemi éveim alatt minden nyáron át itt voltam gyakorlaton a Hévíz galériában, tehát az ottani munkatársokkal is nagyon jó munkakapcsolatot tudok most ápolni, hiszen részben ismerem őket az egyetemi éveim ö, révén. Most már van egy kis rálátása az itt folyó munkára, milyen feladatokat szeretne a közeljövőben elvégezni, mik a tervei? Ez hát a legfontosabb feladatom, hogy jelenleg fut egy TDM pályázat itt Hévizen. Ezt ebbe az évben mindenképpen sikeresen szeretnénk zárni, a még hátra projektfeladatokat minél hatékonyabban, minél gyorsabban és minél eredményesebben lezárni, befejezni. Van egy nem lezárt líder pályázat, amit ugyancsak jó lenne jó mederbe lezárni és sikeresen teljesíteni. Vannak a turisztikai feladatok, amik a Turinform irodához kapcsolnak. Jelenleg például a nyári együttműködési megállapodások zajlanak, hogy milyen programokat fogunk tudni ajánlani, és hát ehhez kapcsolódóan szeretnék még az idén újabb területekre is rálátást nyerni, és újabb feladatokat is elindítani.